Üdvözlünk titeket a Tikitaka TV-n, ahol a mai videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a topligák legfontosabb hétvégi eseményeiről. A Paris Saint-Germain hozta a kötelezőt és nagyon simán 4-0-ra legyőzte odahaza a Reims együttesét a francia bajnokság 37. utolsó előtti fordulójában. A meccs gyakorlatilag már a 13. percben eldőlt. Ekkor Kylian Mbappé zicserénél Younis Abdelhamid kézzel mentett a gólvonal előtt, amiért a vendégek védője piros lapot, a PSG pedig 11-est kapott, amiből Neymar megszerezte a vezetést a házigazdának. Bő 10 perccel később pedig már 2 gólos volt a hazaiak előnye, egy óriási védelmi hiba után az a Kylian Mbappé vette be 5 méterről a vendégkaput, akinek ez volt minden tétmeccset figyelembe véve a 40. gólja a mostani idényben, ami egyéni szezoncsúcsnak számít a francia világbajnok esetében. Így az első félidő 2-0-ás PSG előnnyel zárult, és a hátralévő időben már csak az volt a kérdés, hogy a Reims elkerüli-e a nagyarányú vereséget. Nos, ez végül nem jött össze a meccset kaput eltaláló lövés nélkül záró vendégeknek, hiszen a hazaiak részéről a 68. percben Marquinhos, a 89. minutumban pedig a csereként beállt Moise Kean is betalált, így a meccs a párizsiak 4-0-ás győzelmével zárult. És azzal, hogy a Paris Saint-Germain begyűjtötte a 3 pontot, míg a listavezető Lille csak gól nélküli döntetlent játszott odahaza a Saint-Étienne ellen, a két csapat között 1 pontra olvadt a különbség, azaz a bajnoki cím sorsa csak az utolsó fordulóban fog eldőlni. Érdekesség, hogy ehhez fogható legutóbb a 2001-2002-es szezonban történt a Ligue 1-ben, amikor is a Lens egy fordulóval a zárás előtt 1 ponttal előzte meg a Lyont, amely azonban az utolsó játéknapon előzni tudott és megnyerte a bajnokságot. Papíron egyébként még a 3. helyen álló Monaco is odaérhet az első helyre, igaz, ehhez a hercegségbelieknek csodára lenne szükségük. Egyrészt a Lille-nek és a PSG-nek is veszítenie kellene, másrészt pedig le kellene dolgozniuk a Lille-el szembeni 6 gólos különbségüket. A Ligue 1-ben ugyanis pont egyenlőség esetén a gólkülönbség dönt a sorrendről. Ami pedig a góllövő listát illeti, azt továbbra is a PSG immár 26 találatos támadója, Kylian Mbappé vezeti, 6 góllal megelőzve a fordulóban egyaránt 1-1 találatot szerző Wissam Ben Yedder Memphis Depay duót. Utóbbi játékos egyébként a statisztikák 2006-os vezetése óta az első Lyon játékos, aki egy szezonon belül 20 gólig és 10 gólpasszig jut a Ligue 1-ben. A listavezető és már biztos bajnok Bayern München 2-2-es döntetlent játszotta a Freiburg vendégeként a Bundesliga 33. fordulójában. A találkozón a vendég bajorok kerültek előnybe a 26. percben, méghozzá annak a Robert Lewandowski-nak a büntetőből szerzett góljával, aki ezzel beállította Gerd Müller 1971-72-es szezonban felállított 40 gólos Bundesliga szezon csúcsát. A lengyel támadó találata egyébként azt is jelenti, hogy a müncheniek 34 egymást követő Bundesliga meccsen szereztek legalább 1 gólt idegenben, ami új rekordnak számít a német élvonal történetében. A vendégek öröme azonban nem tartott soká. Alig 3 perccel később ugyanis Manuel Gulde szöglet utáni fejes góljával a Freiburg egyenlíteni tudott, így 1-1-es döntetlennel zárult az első félidő. A második félidő elején aztán a Bayern ismét magához ragadta az előnyt, köszönhetően Leroy Sané 53. percben szerzett közeli találatának, majd a 77. percben Robert Lewandowski nagyon közel járt ahhoz, hogy végleg eldöntse a 3 pont sorsát, és egyúttal megdöntse Gerd Müller rekordját, ám a támadó egy támadáson belül 2 zicsert is elhibázott. Az elsőnél a hazaiak hálóőre Mark Flecken védett nagyot, a másodiknál pedig a lengyel 1 méterre a gólvonaltól az üres kapu helyett a kapus kezébe belsőzte a labdát. A kihagyott zicser pedig a 81. percben megbosszulta magát, Christian Günther találatával ugyanis a Freiburg egyenlíteni tudott, így 2-2-vel ért véget a meccs. Folytatta remek szériáját a Borussia Dortmund, amely a Mainz 3-1-es idegenbeli legyőzésével 6 meccsesre nyújtotta a győzelmi sorozatát a Bundesligában. A sárga-feketék semmit sem bíztak a véletlenre, és gyakorlatilag egy fél idő alatt lerendezték a 3 pont sorsát. Előbb a 23. percben Rafael Guerreiro lőtte a bal összekötő helyéről egy gyönyörű gólt, majd a 42. minutumban Marco Reus vette be közelről a hazaiak kapuját. Nem mellesleg mindkét játékos Jadon Sancho átadásából talált be, aki így már 12 asszisztnál jár a mostani idényben. A Dortmund a második félidőben már nem igazán erőltette a támadásokat, ám Julian Brandt révén a vendégek ebben a játékrészben is eredményesek tudtak lenni, így Robin Quaison utolsó perces büntetőgólja már csak az eredmény kozmetikázására volt jó a hazaiak részéről.
és miután az Eintracht Frankfurt nagy meglepetésre 4-3-as vereséget szenvedett a tök utolsó Schalke otthonában, a Dortmund ezzel a sikerével bebiztosította helyét a Bajnokok Ligája következő idényének csoportkörében, sőt, azzal, hogy a Wolfsburg csak 2-2-es döntetlent ért el a Leipzig ellen, a sárga-feketék a jobb gól különbségüknek hála megelőzték a szintúgy biztos BL résztvevő farkasokat, és már dobogós helyen állnak. A góllövő listát pedig továbbra is az immár 40 gólos Robert Lewandowski vezeti, megelőzve a fordulóban duplázni tudó, így már 27 gólt jegyző frankfurti támadót André Silvát, míg a dobogó legalsó fokát a Dortmund 25 találatos csatára Erling Haaland foglalja el. Egy nem mindennapi meccsen a hazai pályán játszó Juventus 3-2-re győzni tudott a már biztos bajnok Inter ellen az olasz bajnokság 37. fordulójának szombati rangadóján. A Derby d'Italiát a Juventus kezdte jobban, és a torinóiak a 24. percben teljesen megérdemelten kerültek előnybe a meglehetősen motiválatlannak tűnő vendégek ellen. Ekkor Cristiano Ronaldo végezhetett el egy Giorgio Chiellini lerántásáért megítélt véleményes büntetőt, amit Samir Handanovic ugyan hárítani tudott, azonban a kipattanó éppen Ronaldo elé került, aki másodjára már nem hibázott. A hazaiak vezetése azonban mindössze 10 percig tartott, az addig semmit sem mutató milánóiak ugyanis Romelu Lukaku 11-esével egyenlíteni tudtak. A statisztikák 2004-es vezetése óta egyébként először fordul elő, hogy egy Juventus-Inter bajnoki meccs első félidejében két büntetőt is ítélnek. A szünethez közeledve úgy tűnt, hogy 1-1-jel végződik az első félidő, ám a lefújás előtti pillanatokban Juan Cuadrado megpattanó lövése utat talált az Inter kapujába, így az első 45 perc Juve vezetéssel zárult. A kék-feketék a második félidőben aztán nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak, és miután Rodrigo Bentancur meglehetősen szigorú kiállítása miatt az 55. percben emberelőnybe kerültek, teljesen a kapujához szögezték a Bianconerit, ugyanakkor igazán nagy helyzetig nem tudtak eljutni a vendégek. Ezzel együtt a 83. percben csak összejött az egyenlítés Antonio Conte csapatának. Barella baloldali beadása után Giorgio Chiellini vette be a saját kapuját. Ekkor szinte reménytelennek tűnt a győzelmi kényszerben lévő Juventus helyzete, azonban a 88. percben Juan Cuadrado kiharcolt egy finoman szólva is véleményes büntetőt, amit a kolumbiai sértett magabiztosan gólra váltott, így a zebrák végül 3-2-re győzni tudtak, életben tartva ezzel a Bajnokok Ligája reményeiket. Cuadrado egyébként 2000 áprilisa és Darko Kovácsevic óta az első Juventus játékos, aki egy bajnoki meccsen belül 2 gólt is tud szerezni az Inter ellen. A Juventus Bajnokok Ligája reményei pedig nem csak hogy megmaradtak, hanem alaposan meg is nőttek azzal, hogy az AC Milan nagy meglepetésre csak 0-0-ás döntetlenre volt képes odahaza a tabella alsó felében helyet foglaló, ám már biztos bennmaradó Cagliari ellen. Pedig egy győzelem esetén a piros-feketék egy fordulóval a bajnokság vége előtt bebiztosíthatták volna a BL kvalifikációjukat, ám Stefano Pioli legénysége borzalmas produktummal rukkolt elő, és nem csak gólt nem tudott szerezni, hanem igazán nagy helyzetet sem tudott kidolgozni a találkozó folyamán. A piros-feketék teljesítményéről mindent elmond, hogy kapusuk Gigi Donnarumma volt a meccs legjobbja, akinek a második félidőben 2-10-ben is óriási bravúrt kellett bemutatnia. A Milán egyébként 1997. júniusa óta most először nem tudott gólt szerezni hazai pályán a Cagliari ellen. A piros-feketék így 76-ra növelték a pontjaiknak a számát, ám ezzel a pontvesztéssel rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, hiszen az utolsó fordulóban a második helyen álló bombaformában lévő Atalantához látogatnak, és ha a szintén 76 pontos Napoli és a 75 ponttal rendelkező Juventus is megnyeri a maga meccsét, előbbi a Veronát fogadja hazai pályán, utóbbi pedig a Bologna otthonában látogat, akkor a milánóiaknak mindenképpen győzniük kell a bergámóiak vendégeként, máskülönben lecsúsznak a BL indulást érő helyekről, és csak az Európa Ligában indulhatnak. Ami pedig a góllövő listát illeti, az továbbra is a Juventus immár 29 találatos támadója Cristiano Ronaldo vezeti, megelőzve azt a Romelu Lukakut, aki 2 egymást követő idénybe jut el 23 gólig a bajnokságban, amire eddig csak Mauro Icardi, Nyers István és Giuseppe Meazza volt képes az Inter mezében. Míg a harmadik helyet az Atalanta 22 találatos támadója Luis Muriel foglalja el. A már biztos bajnok Manchester City egy egészen kiváló és fordulatokban gazdag meccsen 4-3-ra győzött a Newcastle United vendégeként a Premier League 36. fordulójában.
az első félidő igazi gólparádét hozott, és ebben a játékrészben mindkét csapat két-két gólnak örülhetett. A vezetést a 25. percben Emil Kraft szöglet utáni fejes góljával a hazaiaknak sikerült megszerezniük, azonban a City a félidő hajrájában megfordította az eredményt. Előbb a 39. percben João Cancelo talált be egy megpattanó lövésből, majd a 42. minutumban Ferran Torres szerzett sarokkal egy egészen káprázatos, puskás díjra is esélyes gólt. Csak hogy a Newcastle Joelinton büntetőjével még a félidő vége előtt egyenlíteni tudott, majd Joe Willock révén, aki a 62. percben egy saját maga által elhibázott 11-es utáni kipattanóból volt eredményes, a vezetést is magához ragadta. A szarkák azonban nem sokáig örülhettek, a Manchester City ugyanis Ferran Torres két góljával 5 perc alatt fordítani tudott, és végül 4-3-ra megnyerte a meccset. A City zsinórban a 12. idegenbeli bajnokiát is megnyerte, ami a leghosszabb idegenbeli győzelmi sorozatnak számít az angol futball történetében. Győzött a címvédő Liverpool is, amely hátrányból felállva nyert 2-1-re a West Bromwich otthonában. A hazaiak a találkozó előtt már biztos kiesőnek számítottak, így nem kis meglepetést jelentett, amikor a 15. percben Robson Kanu közeli lövésével a házigazdáknak sikerült megszerezniük a vezetést. A hatalmas mezőnyfölényben játszó Liverpoolnak azonban Mohamed Salah jól eltalált lövésével még az első félidőben sikerült egyenlítenie, majd ezt követően sorban dolgozta ki a helyzeteket Jürgen Klopp csapata, azonban a vendég támadók képtelenek voltak meglőni a Pool második és egyben győzelmet érő találatát. Ami nem ment a mezőnyjátékosoknak, az viszont végül összejött a kapusnak, Alissonnak, aki az utolsó utáni pillanatokban egy szöglet után fejjel volt eredményes, megnyerve így a meccset a Liverpoolnak. Ezzel nem mellesleg Alisson lett az 1892-ben megalapított Liverpool történetének első kapusa, aki gólt tud szerezni tétmeccsen a klub színeiben. A tabellát a már biztos bajnok 83 pontos Manchester City vezeti, 13 egységgel megelőzve a második Manchester United-et, míg a harmadik helyet a 66 pontos Leicester City, a negyediket pedig a 64 pontos Chelsea foglalja el, miközben a címvédő Liverpool a 63 megszerzett pontjával szorosan ott van a rókák és a londoni kékek sarkában, így a BL helyek eléréséért folyó verseny szempontjából nagyon izgalmas utolsó két fordulóra van kilátás. Ami pedig a góllövő listát illeti, az élen két, egyaránt 22-22 találatot jegyző támadó, a Tottenham-es Harry Kane, illetve a liverpooli Mohamed Salah található, míg őket a Manchester United 18 gólos középpályása Bruno Fernandes követi a sorban. Az FC Barcelona nagy meglepetésre 2-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Celta Vigo ellen a spanyol bajnokság 37. fordulójában. Pedig bő fél óra játék után semmi sem utalt arra, hogy a Barca ne nyerné meg ezt a meccset, hiszen a katalánok nem csak óriási mezőnyfölényben játszottak, hanem Lionel Messi pazar fejes góljával a 28. percben a vezetést is sikerült megszerezniük. Érdekesség, hogy az argentin szupersztárnak ez volt a 300. különböző La Liga meccse, amelyen gólt tud szerezni, ebben a mutatóban pedig a 186 találatos egykori Real csatárt Raúl González messze megelőzve abszolút csúcstartónak számít a spanyol élvonalban. De említést érdemel a Messi gólját előkészítő Sergio Busquets is, akinek ez volt a 38. gólpassza a Barca mezében, ennek a felét, azaz 19-et pedig Lionel Messinek adta. Úgy tűnt tehát, hogy a katalánok simán hozzák a kötelezőt, azonban elég volt egyetlen védelmi megingás, és a Celta 10 perccel később Santi Mina révén az első kapura lövéséből egyenlíteni tudott. A Barca a második játékrészben nagy erőket mozgósított a vezetés újbóli megszerzéséért, ám a hazaiak képtelenek voltak gólra váltani a helyzeteiket, ráadásul Clément Lenglet 83. percben történő kiállítása miatt a hajrára 10 emberre fogyatkoztak, de az igazi fekete leves még hátra volt a katalánok számára. A 88. percben egy lecsúszott és így Ter Stegen feje felett átszálló beadás után a labda a bal kapufán csattant, onnan pedig épp Santi Mina elé került, aki közelről a léc alá bombázta a játékszert, kialakítva ezzel az 1-2-es végeredményt. A vigóiak itt sorozatban az 5. bajnokiukat is megnyerték, a Barcelona pedig ezzel a vereségével már egészen biztosan nem lehet bajnok. Nem úgy, mint a Real Madrid, amely ha nehezen is, de 1-0-ra győzni tudott az Athletic Bilbao otthonában.
A királyak teljesítményéről sokat elárul, hogy az első komolyabb lehetőségükre egészen a 61. percig kellett várni, amikor is Casemiro egy szöglet utáni fejessel a felső lécet találta telibe. Ennél az esetnél tehát még szerencséje volt a hazai csapatnak, azonban 7 minutummal később már semmi sem menthette meg őket a bekapott góltól. Ekkor Casemiro jobboldali beadása után Nachóról pattant a labda a kapuba. Nacho Fernández gólja jó ómen lehetett a Real Madrid számára, hiszen a királyak eddig minden olyan La Liga mérkőzésüket megnyerték, amelyen a védő betalált, és ez ezúttal sem volt másképp. Igaz, a bilbaóiak a 83. percben nagyon közel jártak az egyenlítéshez, ám Mikel Vezga közelről a bal kapufa mellé fejelte a labdát. A Real így tovább tapad a listavezető Atletico Madridra, amely drámai körülmények között nyert odahaza 2-1-re az Osasuna ellen. A matracosok semmit sem akartak a véletlenre bízni, és szerették volna minél előbb eldönteni a 3 pont sorsát, ám hiába az óriási mezőnyfölény és a számtalan nagy lehetőség, gólt sokáig képtelen volt szerezni Diego Simeone együttese, amely így az idő előre haladtával egyre idegesebbé, illetve kapkodóvá vált, és amikor a 75. percben Ante Budimir idénybeli 7. fejes góljával az addig semmit sem mutató vendégek megszerezték a vezetést, úgy tűnt, az Atletico számára nem csak a 3 pont, hanem a bajnoki cím is elúszhat. Csak hogy a fővárosiak nem adták fel, és őrületes hajrát bemutatva megfordították az eredményt. Előbb a 82. percben a balhátvéd Renan Lodi egyenlített egy szép lövéssel, majd 2 perccel a vége előtt Jani Carrasco középre passzolt labdáját, az ezt megelőzően 8 meccs óta gólképtelen Luis Suárez juttatta közelről a vendégkapuba, kialakítva így a 2-1-es végeredményt. Ezzel a sikerével és az eddig megszerzett 83 pontjával pedig egy fordulóval a vége előtt továbbra is az Atletico Madrid vezeti a tabellát, 2 ponttal megelőzve a városi rivális Real Madridot, míg a 3. helyet a 76 pontos Barcelona foglalja el, amely ha az utolsó játéknapon nem győz, akkor akár még a dobogóról is lecsúszhat, hiszen a 4. Sevilla csak 2 pontra van tőle. A góllövő listát pedig továbbra is az immár 30 találatos Barcelona támadó Lionel Messi vezeti, megelőzve azt a 23 gólos Gerard Morenót, aki a 2013-2014-es szezon és Diego Costa óta az első spanyol játékos, aki ennyi gólt tud szerezni egy idényen belül. A 3. helyet pedig a Real Madrid francia kiválósága, a 22 gólt jegyző Karim Benzema foglalja el. Ezek voltak tehát a hétvége legfontosabb eseményei, illetve eredményei. Írjátok meg a véleményeteket a történésekkel kapcsolatban, ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további focival kapcsolatos tartalmakért iratkozzatok fel a csatornára.